Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Aláírták a kivitelezési megbízást, indulhat a csapadékvízrendszerének rekonstrukciója Dombóváron. Múzeumok éjszakája Dombóváron, bemutatók, kiállítások, gyerekprogramok este 11 óráig a hétvégén. Vadásznapot tartottak Tolna vármegyében, a vadászati témákon kívül egyéb programok az érdeklődőknek. Örökös ökoiskola Dombóváron több éves munkával érdemelték ki az elismerő címet. Közbeszerzési eljárás keretében indult az a csapadékvíz elvezetési projekt, amelynek az aláírása a budapesti kivitelező cég és a dombóvári városvezetés között hétfőn megtörtént. Ezzel a főutca csapadékvíz rendszerének rekonstrukciója elkezdődhet. A tervek szerint pár hét múlva indulnak a munkálatok. Ez az utca Dombóváron, ahol hamarosan csatornát újítanak fel. Nem kell már sokat várni a megvalósításra, ugyanis a budapesti Svitelszki Magyarország Kft. Képviseletében Hegyi Zoltán ügyvezető igazgató és Vajda Kálmán főmérnök aláírta a csapadékvíz elvezetését tartalmazó szerződést Pintér Szilárd Dombóvár polgármesterével. Ennek értelmében két héten belül elindulhat a munka a főutcában. A kivitelezési munkák azok általában olyan tevékenységet, amit az utcaembere és aki erre jár, az nagyon nem szeret. Viszont hozzá kell tenni, hogy minden épülés úgy kezdődik, hogy egyszer egy kis rombolás van benne, és utána épülés. Ez így dióhéjban. Amúgy a kivitelezési munkák az ebben az egész folyamatban számunkra ez csak egy közbenső lépcsőfok, és a legfontosabb lépcsőfok. Az egész egy közbeszerzési eljárás keretén indult. Itt megmérettettünk magunkat, rendje módja szerint ajánlatot adtunk, kérdések, válaszok. Után eljutottunk ma ez a nemes pillanathoz, hogy aláírtuk a kivitelezési szerződést. A kivitelezés egyelőre meghatározott ütemterv szerint folyik. Erre mi összeállítottuk már a koncepciónkat, természetesen ami adhok közben jön, esetleg olyan közművek, amiket minden alkalom, amikor föld alatt dolgozunk, ezek nehezítik a munkánkat, de úgy tervezzük, hogy a szerződésben megkötött határidőre a munkát rendje módja szerint elvégezzük. A beruházást idén novemberig be kell fejezni, mondta Pintér Szilárd polgármester. A dombóvári városvezető hozzátette, hogy amikor a Tolna vármegyei önkormányzat megnyitotta a toppos felületet, azonnal megragadták az alkalmat és pályáztak. A Fő utca két ütem, illetve az Ady utca egy ütemére tudtunk pályázni. Ez több mint egy milliárdos beruházás a város életébe, amire azt gondolom, hogy példanélküli, hiszen ekkora léptékű infrastruktúrális beruházás már nagyon, nagyon régen volt Dombováron. Most pillanatnyilag a főutca teljes szakaszáról beszélünk, ahol meg fog újulni a csapadékvízelvezető rendszer, a parkolók, a járdák, az autóbejárók, és azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívást tesz ebben a munkában, annak a ma még védett fasornak, a 100 éves gesztenyesornak a kivágása, illetve aztán annak a pótlása. Nyilván ezek a fák már ez idáig is nagyon sok kellemetlenséget okoztak az ott lakóknak, illetve folyamatosan munkát is adtak, de azt gondolom, hogy az ember életnél nincs fontosabb, és tudomásul kell vennünk, hogy ezek megélték már, túlérték az életkorukat, hiszen 88-ban született egy tanácsi határozat, hogy ki kell vágni őket és újakat ültetni, de hát nyilván ezeknek a fáknak a pótlása azt gondolom olyan horribilis összeg volt, hogy eddig egyszer sem állt a város rendelkezésére, most eljött a pillanat, hogy meg tudtuk ugorni ezt is. Remélem, hogy a beruházás gyorsan, zökkenőmentesen fog megtörténni. Nyilván azt is tudom, hogy minden infrastruktúrális beruházás az ott lakóknak kellemetlenséget okoz. Ebben nyilván kérjük mindenkinek a megértését. Azt gondolom, hogy érdemes megvárni, hogy elkészüljön a munka, és egy olyan felújított szakaszban töltedik a mindennapjaikat, és egy olyan gyönyörű zöld ligetbe, amelyet egy pécsi tájépítés csapat tervezett meg, illetve álmodott meg, és remélem, hogy az Ady utca tekintetében is hamarosan sor költ egy ilyen aláírásra, hiszen azt a beruházást is, mint ahogy említettem, már november 30-áig be kell fejezni. A beruházás keretében többek között a csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódóan 230 új áteresz és kapubejáró készül, továbbá 5032 négyzetméter járda újul meg, és 3600 folyóméter burkolt vízelvezető áró készül el. Számos érdekes program várta a múzeumok éjszakáján a dombóváriakat is a hétvégén. A sok éves hagyománnyal rendelkező országos esemény alkalmával nem maradhatott el az esti tárlatvezetés, a kiállítások, gyerekeknek való programok sem. Stábunkkal több helyszínt is meglátogattunk. Tartsanak velünk! Dombóváron
is megrendezték az idei múzeumok éjszakáját. Több helyszínen színes érdeklődésre számot tartó programok zajlottak. Dolmány Edina grafikus művész és Miklós Zsolt festőművész alkotásaiból kiállítás nyílt a Művelődési Ház előterében. Közös tárlatuknak a Kis éjjel zene címet adták. A leírásban, hogyha a látogatók eljönnek megnézni, ott olvashatják, hogy ez a Magyar Zeneháza állandó kiállításában szereplő Liszt Ferenc teremben láthatóak ezek az illusztrációk, ahol egy ilyen 9 méter x 6 méteres vásznon egy animáció, vagy folyamatosan lúgolt animáció pörög, és ezek a képek, ezek fejezetválasztóként szerepelnek ebben az animációban. Ezért van az például, hogy a cím szerepel a képeken, hiszen az animációnak nincs hangja, tehát hogyha bemegy a látogató megnézni a kiállítást, akkor a Liszt Ferenc életéről különböző relikviákat lát a vásznon, és ezek összefoglalva az életének azt a korszakát egy ilyen asszociációk igazából a Liszt Ferenc életére. A Majoros Galériában az egykori Beatles rajongók nosztalgiázhattak Fehér Attila, Beatles kutató gyűjtő által kiállított régi relikviák láttán. A vizuális élményhez a slágerek sem maradhattak el, minden volt itt, még Sárga tenger alatt járó is, nem csak slágerben. 10 éves korom óta van ez a szenvedély, a Nehéz nap éjszakája film után kapott el ez a vírusnak mondom, és csak még azóta nem tudtak kigyógyítani belőle, tehát 10 éves voltam, amikor elkezdtem megismerni őket, és igyekeztem mindig minél többet megtudni róluk. Akkoriban még kevesebb magyar nyelvű könyv jelent még, sőt, talán egy a Beatles Biblia Lungvai Tamás írásából, és 1981-ben jelent meg Koltai Gábor könyvvel, John Lennon címmel. Majd később elég sok újság foglalkozott már az együttes történetével, leginkább a Világ ifjúsága és az akkori ifjúsági magazinok, így aztán mindig többet tudtam meg, és lassan sikerült mindig valamit beszereznem. Tehát igazából, ami itt látható, ez most jelenleg 45 év gyűjtő munkája. A Dombóvári Művelődési Ház igazgatója Müller Ádám elmondta, igen komolyan készültek a 2023-as múzeumok éjszakájára is. A kiállításra és egyéb programokra alkalmas helyszíneket mind feltérképezték és kialakították az országos programhoz méltó színvonalas rendezvényt. A kezdetektől fogva bekapcsolódtak az országos kulturális eseménybe. Ez biztos, hogy gyűjteményből indult ki, és talán ami érdekesség, bár biztos más városban is van, hogy nálunk azért sok a helyszín, tehát nálunk 11 helyszín van, és 13 pecsételő hely, tehát két helyszín van, ahol plusz még lehet azon kívül is pecsételni az alaphelyszínen kívül, és hát azért jó, mert ilyenkor csatlakoznak hozzánk olyan kiállítók is egyébként, akiket évközben nem annyira látogatnak, mert mondjuk korlátozott a nyitvatartásuk, és az is egy nagy öröm, hogy közlekedik a városjáró kisvonat 18 órától, így ki lehet menni a helyszínekre. Annak külön örülünk, hogy például külső helyszínként a Tüskei Horgásztóra Madárvártához lehet menni, a gyűrűzési bemutatóban, illetve a tárlatot mutatja be Nagysanyi bácsi, és a Szőlőhegyi Alkotóház, mint Dombóvárhoz tartozó városrész, ott is nagyon érdekes, épp most egy láncfűrészes szobrásznak van a bemutatója, de hát ezen kívül még látogatható a mozi, ami egyébként évközben nem, látogatható a Rízemlékház, aztán természetesen a helytörténeti gyűjtemény, ott is új kiállítással készültünk. Itt most nemrég nyílt meg Dolmány Edina és Miklós Zsolt kiállítása, de itt van Fehér Attila, aki a Beatles nagy kedvelője, és aki hozzámegy, azt gondolom, minden információt megkaphat a Beatlesről. Nyitva van a könyvtár is természetesen, különleges, olyan helytörténeti kiadványokat lehet megtekinteni, amit egyébként az év másik részében nem. Tévik Éva várja a Német Házban az érdeklődőket, és remélem, hogy nem hagytam ki senkit. Már negyedik alkalommal adott helyet Dombóvár a Tolna vármegyei vadásznapnak. A vadászok egyik legfontosabb napján az akár nem vadászó érdeklődőket is különféle programokkal várták a szervezők. Vadászok töltötték meg a dombóvári szigeterdőt, itt tartották ugyanis a Tolna vármegyei vadásznapot. Az egésznapos rendezvényre, amelyre számos pontjáról érkeztek vadásztársaságok. A mai rendezvény Dombóváron egy Tolna vármegyei vadásznapról fog szólni, de természetesen nem csak a vadászokat, hanem minden más érdeklődőt nagy szeretettel várunk, fogadunk és vendégül látunk. Dombóváron az én számításaim szerint már negyedszer vagyunk ebben a csodálatos környezetben, és reméljük most sem hazudtolja meg magát. Az éves vadásznapon, amely fontos szerepet játszik a vadászok életében, több eseményre is sort kerítenek. A szakmának, a hobbinak lehet így mondani, egy ünnepe, egy ünnepnapja, ilyenkor szoktuk ugye
a vadgazdálkodás, vadászatban jeleskedő kollégáinkat kitüntetéssel elismerni, és egyben egy olyan jellegű ünnepnap, amivel próbáljuk ugye a nem vadászókat is megközelíteni. Tehát erről is szó lesz. Nem csak a Dombóvár közeli vadásztársaságok örültek a helyválasztásnak, Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere is elmondta, örömmel segítkeztek a vármegyei szintű esemény megszervezésében. A pillanat, hogy a mai napon 2018 után újból 2023-ban Dombaváron tartjuk a megyei vadásznapot, hiszen mondhatom, hogy tartjuk, és a Dombavár Városi Önkormányzat a szervezésben és az eszközökben nagy részben kivette a részét, hogy ma egy sikeres rendezvényen lehessünk túl. A szervezők különféle programokkal készültek, hogy akár még a nem vadászó érdeklődők is megtalálják a számukra megfelelőt, amellyel bepillantást nyerhetnek a vadászat rejtelmeibe. Lesznek kötött színpadi programok, úgymond. Nyilván az elején egy protokollális része, megnyitó beszédek, Hubertus mise, kitüntetések átadása, új vadászok fogadalomtétele, ezek színpadhoz kötöttek, illetve utána a különböző résztvevő települések, néptánccsoport, egyéb más szórakoztató elemei, de a színpad mellett futó események is lesznek, gyermekek szórakoztatására különböző, a légvártól az ügyességi játékokig, a focipályán légpuskalövészet, de lesznek olyan jellegű szakmai programok is, ami nem színpadhoz kötött, például vadászkutya bemutató, és egyéb más ilyennel próbálunk itt este 6-ig eltölteni az időt. A vármegyei vadásztársaságok közül a Dombóvár közeli társulatok is szép számban érkeztek a rendezvényre. A mai vadásznapon a Gazdavadásztársaság tagjaként veszek részt ezen az eseményen. Mindenképpen egy nagyon jó dolognak tartom, hiszen itt a környékbeli vadásztársaságok és a vadászok egymással meg tudják beszélni vadászélményeiket, tapasztalatokat, miközben a bográcsban pedig egy nagyon finom pörkölt készül. A látogatók különféle ételspecialitásokat is megkóstolhattak. Én a Kocsolai Dán Vadásztársaság elnöke vagyok. Mi három étellel készülünk, az egyik az egy vad lecsó lesz, a másik az vad ragú, a harmadik az meg dánpörkölttel készülünk, így a vadásztársaságnak, a társaknak, a vadászoknak, barátoknak, ismerősöknek, meg mindenkinek, de ahogy látom, nagyon szépen összejöttünk, és nagyon örülök annak, hogy ismét itt a Békeparkba rendezésre került. A helyszín mellett az időjárás is kedvezett a vadászoknak, akik így zavartalanul oszthatták meg egymással élményeiket a programok mellett. Csatlakozott az Örökös Ökoiskolák sorához a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, Apácai Csere János Technikuma és Kollégiuma. A címet egy több éves folyamatot követően érdemelte ki a Dombóvári Iskola. Több évi kitartó munkát és sikeres pályázatokat követően Örökös Ökoiskola címet nyert el a Tolna Megyei Szakképzési Centrum, Apácai Csere János Technikuma és Kollégiuma. Megyénkben 28-ként szerezte meg a címet a Dombóvári Iskola. Az Ökoiskola az egy eredetileg nemzetközi hálózat, amihez Magyarország is csatlakozott, emlékeim szerint 2000 tavaszán valamikor, és most már hála Istennek nagyon sok, mint egy 1200 iskola jelen van az ökoiskolai rendszerben. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma, aki ezt magyarországi szinten gondozza, és kétféle módon lehet csatlakozni, első körben egy évre lehet pályázni, és akkor egy évre megkapja az iskola az ökoiskola címet, és hogyha valaki már többször, ha jól emlékszem, háromszor kellett pályázni, akkor van lehetőség arra, hogy elnyerje az Örökös Ökoiskolai címet. Az idei évben mindegy 100 iskola kapta meg ezt a miénkkel együtt, szerencsére. Az iskola vezetői igyekeznek a környezettudatos nevelést a diákok mindennapjaiba, akár apró dolgokkal is belefűzni. Az ökoiskola, itt nem nagy dolgokra kell gondolni. Ezek apró, de nagyon fontos dolgok. Például takarékoskodunk az energiával, az újrahasznosítható hulladékot külön kezeljük, a helyi értékeket megvédjük. Csoportos olyan feladatokat és olyan programokat szervezünk a gyerekeknek, ami a közösséget erősíti. Ezek apró, nagyon fontos dolgok, és ez jelen van az iskolai élet mindennapjában. Tehát ez nem csak a szakmai programunkban egy ilyen ideális gondolatként jelenik meg, hanem valóban ezt közvetítjük napi szinten a diákoknak az életében. Az iskola igazgatója Lőce Tibor elmondta, nem elég csak a címet elnyerni, hanem annak megfelelően is kell cselekedni. És
az, hogy ökoiskola önmagában nem is egy extra valami, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ez egy olyan ideális dolog, mintha azt mondják, hogy mindenki sportoljon valamilyen sportot. Mindenki egy kicsit gondolkodjon ökomódon. Szerintem ez egy alapvető elvárás a mai társadalomban, és ezt az ökoiskolák, ezt az értékrendet próbálják közvetíteni. Az ökoiskola az nem egy materiális valami, az inkább a gyerekeknek a fejében fontos, hogy kialakuljon, és ezzel segítenek rá, ez segítik a mi oktatóink, hogy ezt a fajta környezettudatos gondolkodásmódot, a fenntarthatóságot, ezt a szemléletet kialakítsuk majd gyerekekben, hogyha ez sikerül, akkor jó munkát végeztünk. Az iskola még olyan egyéb környezettudatos kezdeményezésekhez is kapcsolódik, mint a Teszed akció vagy a Földnapja kampány, amelyek a diákok körében is nagy népszerűségnek örvendenek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!